ifjabb Attilát ide rángattuk a konyhából, nem volt nehéz. Dr. Fabinyi Tamás ugyan rendkívül könnyen jött, ő könnyen kötélnek állt, és föl is rajzolt egy ilyen történelmi tablót, tehát családilag hogyan vannak a szálak? Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mind a Tátrai, mind a Fülöp családot ismerhetem valamelyest, és jó szeretetteljes kapcsolatunk van. Zsuzsával két tapja találkoztunk, amikor a Budavári Evangélikus Szabad Egyetemre hívhattam el, ahova mindig egy kitűnő előadót várunk, és ő egy nagyszerű előadást tartott az evangélikus néprajz hagyományairól a Vécsi kaputéren. És Attilával pedig, hát a családi néven annyiban vagyok ismerettségben, hogy az ő édesapja, Fülöp Dezső, evangélikus lelkész volt, éppen abban a templomban, ahonnan most láttuk a bejátszót, az Óbudai evangélikus templomban, korábban pedig Bükk nevű településen szolgált lelkészként. És még annyi egyházi kötődés is van, ha elmondhatom, hogy egyrészt az én édesapám, aki az evangélikus hittudományi egyetemen tanított, egyháztörténet professzor volt, tanította ifjabb Attilát, és vélhetően egy kedves szigor, szeretetteljes szigor volt jellemző rá, mert nagyon barátságos ember volt az édesapám, de azért határozottan szerette vissza is hallani, vagy megkövetelni az ismereteket, és Attila azt hiszem jó diákja volt. És még talán annyi egyházi vonatkozás is elmondanék, hogy Tátrai Vilmos pedig nagyon sok egyházi alkalmon is játszott, az Óbudai templomban is nagyon szívesen zenélt szeretetből, és a Luteránia evangélikus énekei zenekar előadásain is számos alkalommal, és tehát ennek a Luterániának pedig szólistája volt számos alkalommal idősebb Attila éveken, évtizedeken keresztül, azt hiszem, igen, a legrangosabb szerepeket énekel. Vertre Jenő bácsival együtt sokat, Máté Passió, János Passió, Magnifikát, egy csomó darab. Karácsony oratórium talán. Vertre Jenő egy intézmény volt az evangélikus egyházban, ő vezette ezt a Luteránia énekei zenekart. A legnehezebb 50-es, 60-as években is, amikor sokan féltek a templomba járástól, akkor az evangélikus templom a Deák téren vonzotta azokat, akik azon a címen, hogy Máté Passiót, János Passiót hallgatnak, és ott mindig igehirdetés is volt, áhítat is volt. Többször elhangzott így a nagyszülők felemlegetése kapcsán, ez a ilyen kifejezések, hogy maximalista, meg tiszteletet parancsoló, és hogy ugyanakkor szeretetteljes, szigorú, de szeretetteljes. Ez volt a jellemző azokra, akik neked meghatározták generációkon, legalább két generáción keresztül a neveltetésedet, akik az utadat megmutatták? Sajnos Dezső nagypapámat, aki a lelkész volt, 2 éves voltam, amikor meghalt, tehát nem ismerhettem úgy személyesen, de a ige hirdetéseit, könyvtárát, családi emlékekből nagyon sok minden hatott rám. Másik nagypapám, Tátrai Vilmos, nagyon sok időt töltöttünk együtt, megtanított fényképezni, fotókat nagyítani, felvidékről származott ő, úgy mint a Tibor bácsi családja is, tehát egy kicsit ez is egy ilyen rokoni szálat éreztem, azt a fajta összetartozást, hogy azért a minden évben például fölmentünk Breznobányára, ahonnan a család származik, az Alacsony Tátra, a Besztetce bánya melletti városba, és az a meghatározó élmény, hogy végigjártuk ezeket az evangélikus városokat, Lőcse, Bártfa, és egy olyan élmény látni azt, hogy tulajdonképpen ez az egész evangélikus család egy mekkora nagy, hatalmas család volt sajnos a múlt században, vagy az előtte, ugye a evangélikusságunk kétharmada elveszett Trianon után, de egy nagy élmény és egy nagy erőt ad, és egy szabadságot is ad az embernek, hogy egy ilyen nagy családba tartozik. Apropó szabadság, bocsánat, Attila, lassan visszaengedünk a konyhába. Jó, püspök úr, nagyon szépen, nem, püspök urat is meghívjuk, jó? A konyhába. Megkóstolhatom, vagy mindenkit meghívunk a konyhába.